Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, amikor a tulajdonos maga kezeli az ingatlanát. Nos, ugye jött egy ilyen megbízó nekem itt az ingatlan kezeléssel kapcsolatban, és ugye felvetődött az is, hogy ezt maga kezelné, mert 150 ezer forintért ki tudja adni, viszont hogyha én kezelem az ingatlant és kiadom ennyi pénzért, akkor kb. 110 ezer forint körül marad neki, mert adótól kezdve nagyon sok mindegy, hogy nekünk kell fizetni utána, tehát hogy nagyjából ennyit veszít, úgymond, viszont ő azt mondta, hogy rövid távú bérbeadással ki tudja adni, mert ő 400 ezer forintot is meg tud vele csinálni, amit hogyha leosztok, mert ő azt mondta, hogy naponta 20 ezer forintért ki tudja adni, és havonta ez 20 alkalmat jelent. Nos, nem tudom, hogy ő mennyire képzett ezen a téren, viszont ez a havi 20 alkalmat vonom én egyébként kétségbe, mert lehet, hogy vannak egy-egy jó időszakok, ahol tényleg ki lehet adni 20-szor akár Győrben is a város szélén egy ingatlant, én ezt egyébként elhiszem, de az, hogy egész éven át folyamatosan 20 napig ezt ki tudja adni, azt viszont már kevésbé tudom egyébként elképzelni. De azt mondom ilyenkor, hogy számoljunk már egy picikét, és most nem is akarok túl sokat mondani. Mondjuk oké, 400 ezer forintból vonjuk le azt a 110-et, amit nekem adnád, amit mindenki mondjuk 150-et, amit mindenképpen meg tud csinálni hosszú távú bérbeadással, de ő azzal nem akar foglalkozni. Majd én úgy gondolom, hogy egy 50 ezer forint rezsit azért vonjunk le nyugodtan, mert a rezsi, a közös költség, van egy csomó dolog, tehát én szerintem ez ilyen 50 valahány négyzetméter, tehát 50 pluszos négyzetméteres lakás, régi bérházról beszélünk, belül egyébként nagyon szépen meg van csinálva, tehát az tényleg tip-top. Viszont ha ezt levonjuk a 400 ezer forintból, akkor bizony már csak 240 ezer forint marad, és ne felejtsük el, ha te ezt ki akarod adni, akkor vagy a Bookingon, vagy a Trivágon, szállás.hu-n keresztül kell, hogy csináld. Ha csak az egyiken csinálod, akkor ott is van egyébként jutalék, mit tudom, 10-20-30%, viszont ha több ilyen alkalmazást, tehát több felületen megjelensz, akkor már kell még egy alkalmazás, ahol összefésül az időpontokat, hogy nehogy ugyanarra az időpontra foglaljanak a Bookingon, a Trivágon, meg a szállás.hu-n. Szerintem ezek az alkalmazások egyébként sok esetben elvihetik akár a, hát most nem mondok sokat, a 20%-át a bevételnek, tehát ennek a 400 ezer forintnak az kb. Még 80, tehát igazából, ha belegondolok, olyan 160 ezer forint maradna neki tisztán. Viszont ami a lényeg még, hogy most Győrről beszélünk, ami nem egy Balaton, hogy egy hétre lemegyek a Balatonra, vagy két hétre, mert a balatonos egy hétet el tudom képzelni, azon nincs sem baj, viszont Győrben szerintem az átlag éjszaka, nem néztem utána, de 1-2, max. 3 nap, tehát itt azért nem heteket töltenek az emberek, ez nagyon ritka. És viszont ha azt mondom, hogy 160 ezer forintért neked minimálisan 20 alkalommal oda kell menni az ingatlanba, és ki kell takarítani, és egy takarítást azt mondom, hogy egy 2 órát azért szálljunk rá, most csak a tiszta takarítást mondom, ahol te normálisan kitakarítasz, kimosod a lepedőt, ágyneműt cserélsz, szerintem egy 2 órát én arra azért kalkulálnék, bár nem vagyok egy nagy takarítógép, ezt hozzáteszem, és ha belegondolsz, hogy te 160 ezer forintért tulajdonképpen hát egyre rosszabbak lesznek a számok, tehát amikor te a saját idődet már nem becsülöd semmire, és tulajdonképpen teremtettél magadnak egy nagyon komoly főállást, ahol te két naponta odamész és takarítasz, tehát az odautazás egyébként ők vidéken laknak, tehát hogy nem is Győrbe, tehát az odautazás is elvehet, hát most azt mondom, hogy legyen egy 45 perc az életéből, meg még egy 2 órát takar, mondjuk legyen napi 3 órát, ez elvesz. És innentől számoljuk már ki, hogy ez a 160 ezer forint, ami tisztán marad, és ezt 20 alkalommal leosztod, hogy ez neked ére annyit a te időd, lehet, hogy igen, hogy te tulajdonképpen napi szinten oda járj takarítani, és a végén boldogan hazamész, és ez addig jó egyébként ez a takarítás dolog, mert van ilyen barátom, aki, vagy ilyen, olyan barátom nem egy, aki ezt csinálja, hogy az egy nyári időszakban, nekik több apartmanuk van, és ugye ők takarítják, mert így a legolcsóbb, hogy tulajdonképpen azért hullafáradtak. Amellett, hogy tételezzük fel megint, hogy ezt a 20 alkalmat ő hozza, tehát hogy minden hónapban, hogy azért az nem kis tétel, hogy folyton takarítani, odamászkálni, meg egyébként az sem kis tétel, hogy ezt a 20 alkalmat hozni, méghozzá úgy, hogy esetleg te kezdő vállalkozó vagy, most idézőjelbe. Tehát teljesen kezdőként, amikor te egy üzletet építesz,
Ezeket a számokat hozni én szerintem azért elég nehéz. Lehet, hogy havonta egy-kettőt hozol, de az, hogy te helyből repülőrajtot veszel, és te ezt végig tudod tartani, na, én ezt egy picit kétségbe vonom. Ettől függetlenül ezen kell elgondolkodni, hogy neked kell-e passzívan, ha te kezeled hosszú távú bérbadással mondjuk az a 150 ezer forint, vagy kezeljem én, és akkor lesz belőle mondjuk lehet, hogy 110 vagy 120, és akkor oda se kell menned, csak a pénzt kell számolni, és ez tiszta adózott jövedelemről beszélek, vagy pedig azt mondod, hogy te felvállod a takarítást, és tulajdonképpen 160 ezer forintért. Jó? Mert ez az egész azért tudni kell, hogy az elején, amíg te kicsi vagy, kicsiben csinálod, hát olyan nagyon azért nem éri meg. Jó, tehát van egy bizonyos ingatlan szám, ahol ez már elkezd jövedelmet termelni, ahol ténylegesen látod, hogy elkezdi megérni, és hogy érdemes vele foglalkozni. Az eleje az még nem ilyen, és nagyjából ezek a számok talán még korrektek is. Én azt kérem, hogy gondolkozz el, amennyiben te ránk szeretnéd bízni az ingatlan kezelését, mert úgy gondolod, hogy neked a passzív jövedelem sokkal többet ér, mint az, hogy te lefő rohangálj és pár ezer forintért te folyton takaríts, és az életed minden napján ezt tedd, akkor itt vagyok, kattints, nézd meg a weboldalunkat, és szerintem tudunk benne segíteni. Szia!